Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Miért érdemes rá várni, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ez a három kártya utal az ő jelenlegi helyzetére, vagy arra, hogy mi foglalkoztatja őt jelenleg. Itt ez a ravasz róka, nagyon ravasz, és utal hazugságokra, vagy valaki becsapja őt. Itt vannak gonoszságok a háttérben. Ez a férfi ostorozza magát, és ez utal a fájdalmakra. Vagy ez fáj neki, hogy mások becsapták őt, vagy megpróbálják őt kihasználni, amit még ez jelenthet, hogy valaki megpróbálja őt megbántani. És milyen témákról van szó, erre utalnak itt a házak. Az lehet az ő otthona, vagy a szomszédság. Az is lehet, hogy válás van nála, és az ő exje meg szeretné tartani a házat. Ki akarja őt használni. Amit még jelenthet a szülői ház és a rokonság. Itt lehetnek fájdalmas emlékek, vagy vannak viták, veszekedések a családban. Mi a terve? Azt mutatja itt ez a három kártya. Emiatt a helyzet miatt ő fogva érzi itt magát. A kártyáknak szimbolikus jelentése van, és utal az ő helyzetére. Ki akar lépni ebből a szituációnból, és ő úgy gondolja, hogy itt győztes lesz. Lesz mozgás, előre mennek az események, átteszi magát a félelmeken, és kimutatja a bátorságát. A harmadik képen ez a kehely utal az ő érzelmeire, de az ő belső hangjára is, tehát az intuíciója az, ami segít abban, hogy túltegye magát ezeken a helyzeteken, és legyen változás. A következő kártyák azt mutatják, hogy hogy tekint feléd. Itt mindkét kártyán királynő látható, tehát az ő szemében te vagy ez a királynő. Egyrészt, mert te erőt adsz neki, de ő is jön érzelmekkel, és segíteni fog neked. Azon kívül itt látható a második királynő, a kezében van ez az arany érem, ami az értékekre utal, az azt jelenti, hogy te értékes vagy számára. Természetesen jelenthet pénzügyi dolgokat is, vagy a munkát, hogy együtt fogtok tevékenykedni, vagy valamit kialakítani, egy közös üzlet, vagy egy közös munka is elképzelhető. Ez az arany érem jelenti a föld elemét, és a föld eleménél reális dolgokról van szó. Itt megvannak az érzelmek, az álmok, de ő ezt megvalósítja, mert ő veled szeretne együtt élni. Mi az, amitől ő elbúcsúzik, ezt itt mutatja ez a kártya. A felhő olyan dolgokat jelent, ami minden átláthatatlan, és ebből a helyzetből szeretne kilépni. A felhőnél ez a szürke szín jelenti a félelmeket is, tehát ettől is elbúcsúzik, átteszi magát a félelmein. Ez a kártya itt egy időkártya, és fél évet jelent. Mindaz, amit ő fél évvel ezelőtt átélt, ezt a helyzetet vagy kapcsolatokat le szeretné zárni. Ettől ő elbúcsúzik. Miért lenne jó rá várni? Azt mutatja itt ez a kártya. Mert hamarosan lesz egy találkozás, és ő nyitott érzelmekről beszélni, itt lesz egy szerelmi vallomás. És a jövőt ez a kártya mutatja.
Itt ezen a kártyán a 6-os szám látható, és az utal az emlékekre. Egy kis nosztalgia van ennél a képnél. De nem csak a múltról van itt szó, hanem a jövőről, amit még ez a kártya jelent, a téli hónapokat, és addig rendeződnek a dolgok, lesznek változások. Ez alatt az idő alatt, tehát év végéig lesz egy utazás, és egy költözés is lehetséges. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!